Sziasztok! Ezt a videót megelőzően volt néhány olyan videóm, amiben Parkside hegesztő gépeket mutattam be. Ugye kicsomagoltam, és megnéztük, hogy milyen velük először a hegesztés. És a hozzászólások között voltak olyanok, amiben olyan elméleti dolgokat említettetek meg, amihez nem igazán tudtam érdemben hozzászólni. Magyarul mondva, nem vagyok olyan képzett hegesztő, hanem ilyen kis hobbi hegesztgető, ilyen saját anyagot összetaknyolgató emberke vagyok. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt a fajta kicsit sekélyes tudást kellene egy picit tovább fejleszteni, és akkor hát ha kisül belőle valami jobb. És hogy milyen lehetőségei vannak annak az embernek, aki ugye otthon saját magának akar hegesztgetni, ugye vesz egy hegesztőt, és meg akarja tanulni ugye a használatát. Egy az, hogy marha sok gyakorlás kell hozzá, az biztos. Én már gyakorolgattam eleget. Ugye a nagypapámmal kezdtük, ugye még az ő trafós gépén. És most, hogy már ugye inverteres hegesztőm van, most viszont már nincs, aki tanítson, és én leragadtam ebbe a trafós témába. Ott ugye nem kellett változtatni a pólusokat, fogtad az elektródát, volt rajta egy ilyen kis tekerő, nem is tekerő volt, szerintem ilyen kis dugók voltak rajta, ugye ott lehetett állítani az erősségét ugye ennek a trafós hegesztőnek, és akkor meg volt, hogy melyik volt kettes pálcához, kettőfeleshez, meg talán 3-2-eshez, de hülyeséget nem akarok mondani, szerintem a 3-2-es pálcát az életben nem vitte el, mert gyakorlatilag 2-3 pálca lehegesztése után elég erős éget szaga volt annak a hegesztőnek. Szóval akkor jelen pillanatban milyen lehetőségei vannak ugye az embernek? Egyszer, hogyha van egy jó hegesztő ismerősöd, őnála lehet tanulgatni. Most odamész hozzá pár órára, hirtelen ilyen nagy információ áramlat fog téged elérni, felét nem fogod megjegyezni, sőt, hogyha a harmadát, negyedét megjegyzed, akkor már tök jó. De így is meg lehet tanulni hegeszteni, csak tényleg bele kell fordítani azt az időt, meg kell egy türelmes haver, akinek persze van ideje is rád. Másik lehetőség az, hogy veszel bizonyos szakkönyveket. Nagyon jó hegesztő szakkönyvek vannak, egyetlen egy probléma van, próbáltam webáruházból beszerezni jó pár könyvet, és szinte mindenhol a hegesztés technikai könyvekre előrendelést lehet leadni, de olyan, hogy raktáron lévő könyvet megvásárolni, én nem tudtam. Lehet nem néztem eléggé körül. Aztán minél többet foglalkoztam a témával, ugye a Facebookon, mert miért ne ott, egyre többször dobta föl nekem azt a hirdetést, hogy online hegesztő tanfolyamra lehet ugye befizetni. Persze közben még egy lehetőséget kihagytam. Ugye van nekünk a YouTube, amin én is ugye megtalálható vagyok. A YouTube-ot, hogyha nézed, nagyon jó témákat, nagyon jó videókat lehet találni ugye az MMA hegesztés területén is. Ha van egy kis angol tudásod, ami nekem ugye nincs, akkor gyakorlatilag szinte a YouTube-ról ki tudod magad képezni egy olyan szintre, ami neked otthoni célra meg fog felelni. Na hát ugye nekem az angol tudásom az nem igazán kemény, a németem jobb, de német nyelvű videókból sem tudok annyira építkezni, hogy az nekem előrelépést jelentsen. Már elindítom itt a gépezetet. Aztán amíg fölpörög a technika, addig főzök magamnak egy kávét. És rá fogunk pillantani erre az online hegesztő tanfolyamra, mert befizettem magam. Szóval nem őket hirdetem, hanem úgy saját pénzből tényleg befizettem magam, és elkezdtem ezt az online hegesztő tanfolyamot. A technika az beízott, elkészült a kávém, mindjárt belépünk, ez nem is az én macskám, de kajakra nem. Közben jönnek ugye a felugró ablakok. Ugye, hogyha beírom a keresőbe azt, hogy online hegesztő tanfolyam, akkor van itt egy olyan, hogy hegesztősuli.hu, és ugye hobbi hegesztő tanfolyam online, arra rá fogok menni. Ugye itt föl vannak sorolva a leckék, ugye ezek nyilvánosak, a tananyagot nem fogom leadni, mert az nem lenne etikus. Az első lecke ugye megfelelő hegesztőgép kiválasztása, kettes elektróda kiválasztása,
aztán alapanyagok előkészítése, mi alapján válasz hegesztőpajzsot, ez ugye a negyedik lecke, ötödik lecke, hogyan kezd neki a hegesztés gyakorlásának. A hatodik lecke az pedig a hegesztés gyakorlása első lépések. Na most én az ötödik leckéig jutottam el eddig, ugye hogyan kezd neki a hegesztés gyakorlásának. Ugye azt javasolják, hogy naponta egy leckét vegyél át, olvasd át többször, ugye azokat a dolgokat meg próbáld meg megegyezni, amik ugye hasznos információk lesznek neked a továbbiakban. Aztán meg fogjuk nézni, ugye ezt a bemutatkozást lehet látni, ugye amikor a Facebookon is rákattint ugye az ember ennek a hirdetésére, és leírja, hogy ugye MMA módban, tehát bevont pár... szóval el sem tudom mondani. Mindegy, ezt kivágjuk. Ugye MMA módban próbál megtanítani téged hegeszteni ez az online tanfolyam, ami ugye a bevont elektródás hegesztésre, ívhegesztésre vonatkozik. És ezt itt szépen leírja, hogy mire számíthatsz, mit tudsz elérni vele, és ugye persze beleírják azt is, hogy nagyon fontos a gyakorlás, mert ugye a gyakorlás az nem helyettesíti, vagy hát a gyakorlást azt nem helyettesíti az, amit elméletből leírnak, és egyébként ez jó is, és ugye azt mondom, hogy én így az elméleti dolgokat vettem eddig végig, ugye még nem hegesztettem ugye az online tanfolyam, ahogy mondjam, útmutatása alapján, így azt mondom, hogy most folytassuk onnan, hogy itt fősorolja, hogy milyen varatokat fog átvenni ugye a lecke, ugye átmeneti állapot a sarokvaratokhoz, sarokvarat készítése, függőleges sarokvarat készítése, fej fölötti sarokvarat készítése, harántvarat készítése. Na most én ki fogok menni a műhelybe, és mivel hogy én ezeket még nem gyakoroltam, meg viszonylag régen is hegesztettem már, úgyhogy húzamosabban, ilyen évente egy-két napot szoktam hegezgetni, most az utóbbi időszakban egy fél év biztos kimaradt, úgyhogy gyakorlás az nuku. Szóval azokat az állapotokat megpróbálom modellezni, amiket ugye ők leírnak itt a tanfolyam során, hogy milyen pozíciókat vesznek át, szóval azokat a pozíciókat szépen én lehegeztem, ugye a jelenlegi nem tudásommal, mondjuk úgy, hogy nem tudásommal, mert egyébként volt olyan hozzászóló, aki megjegyezte, hogy én nem tudok hegeszteni, nem tudok, tényleg nem. Szóval nem azt mondtam, hogy tudok hegeszteni, én egyszerűen bemutattam nektek kettő darab gépet, meg ugye csináltam vele próba hegesztéseket. Aztán ahhoz, hogy egy normális véleményt tudjak alkotni ugye a gépről, hogy milyen könnyű megszokni vele a hegesztést, meg mennyire jó, hát azt próbálgattam, hogy mennyire másabb ugye ahhoz a hegesztőhöz képest, ami nekem van, viszont ott is ugye a Parkside gépnek a beállításait vettem alapul, úgyhogy szándékosan hátrányba lett rakva ugye az a Yasik hegesztő. Márpedig, hogyha a Yasik hegesztőhöz igazítom ugye a pálcát, nem a Parkside-nak a beállításaihoz, akkor lehet, hogy teljesen másfajta videó fog kijönni, de lesz egy másfajta videó egyébként, hogy azt is meg fogom csinálni. Csak ahhoz az kell, hogy lássátok, hogy azért törekszem arra, hogy egy picit jobban tudjak hegeszteni, hogy lehessen adni ugye a véleményemre ugye a hegesztőkkel kapcsolatban. Egyébként, amiben a leckéig ugye eljutottam, az, hogy hozzászólások hatására beszereztem ugye az ER23-as pálcát. Na most a tananyag hatására beszereztem a tananyag által ajánlott pálcát. Aztán ugye a kezdeti lépésekben le van írva, hogy milyen munkavédelmi dolgokra kell odafigyelni. Beszereztem egy hegesztő kesztyűt, ugyanis én gyerekkoromban emlékszem rá, vagy hát amikor én régebben tanultam, én emlékszem rá, hogy bizony az a házi készítésű hegesztő néha-néha azért megkente az embert, mert volt olyan, hogy fogtam az egyik kezembe ugye a csipeszt, a másik kezembe az elektródatartót,
ami ilyen mechanikus elektróda tartó volt, ami ilyen rész, sárga részből volt kialakítva, és ugye úgy volt megszikszalagozva rajta a gumi sokszor, meg le volt égve róla a gumi, meg ilyenek, és bizony az megkent, de annyira nem foglalkoztam vele, mert nem lett az embernek semmi baja. Szóval lehet, hogy mint a macskához használtam mind a 7 életemet. Ez a tanfolyam ez leírja, hogy miért használd, meg főleg annál a gépnél, ami nekem van, miért használd. Szóval azért is ajánlott ez a tanfolyam, vagy legalábbis nekem már azért is tudott mutatni pluszt. Aztán ugye a másik, voltam a Lidl-be, ugye mondtam, hogy nekem asztalos műhelyem van, és hogy az asztalos műhelyben annyira nem illik hegezgetni, flexelni, meg olyan munkákat végezni, ami szórja a sziklákat, általában abból tűz szokott lenni a vége, úgyhogy egy-két asztalos műhelyt, nem a sajátomat szerencsére, de már láttam ugye félig meddig leégni, meg tüzet oltani, meg ilyenek, úgyhogy voltam a Lidl-be, és pótoltam ugye a műhely hiányosságait, vettem egy 6 kg-os poroltót, ugye amik itthon voltak, ezek az 1 kg-os poroltók, azok ugye az autóban voltak elhelyezve. Na, húzzunk ki a műhelybe, és akkor csinálom nektek ugye a felmérőmet. A hegesztő tudásom felmérőjét. És nem fogok szarakodni vele, mint ahogy szoktam, bocsánat, hanem tényleg abban a pozícióban, ahogy az első alkalommal sikerül, azt fogjátok látni. Na, akkor az a terv, hogy csinálunk egy sima fekvő pozícióban, bátor most menjen innen. Na, akkor az a terv, hogy csinálunk egy sima, normál, ilyen viszintes pozícióba egy vonatot. Aztán csinálunk viszintes pozícióba egy sarokvonatot. Aztán csinálok egy függőleges vonatot. És csinálok egy olyat, amikor sarokvonatot kellene csinálni, ugye ilyen viszintesen és alulról. Na, ez lesz a nagy hegezgetés. És ugye, amit már ugye kiloptam ugye a tanfolyamnak az anyagából, egy az anyag előkészítés, hogy tök frankó meg van csiszolva, úgyhogy írták, hogy fontos. Aztán ugye a kesztyű, írták, hogy fontos. Pálca, ugye írták, hogy milyen pálcával érdemes ugye ezt a tanulást elkezdeni, úgyhogy az a pálca van nálam. És a gép beállítása, szóval a pisztoly van a negatívum. Aztán persze látszik, hogy a munkavédelemnek a többi része az annyira nem fogott meg, szóval akartam venni egy bőrkötényt, eskü, meg keresem ugye a pamut ruházatot, de még annyi szép cucc van, amit le tudok égetni magamról, úgyhogy maradt ez. Szép szűzőmánya.
Na, vegyük át akkor a művemet. Hát ugye ez volt a vízszintes vadatom, hát itt sikeresen átégettem. Úgyhogy miután állítottam ugye a gépen, utána már egész jó lett ez a vadat. Hát itt nem sikerült ugye korrigálni, ugye az átégetést. Hát, hogy mondjam, ennél jobbra számítottam, legalábbis így fekvő pozícióban mindenképp. Ez a sima vadatom. Ugye ez a sarokvadat, ami innen állt ugye a pálca. Azt mondom, hogy ez egész jó lett, ugye itt a kezdő pozíció az, ami nem az igazi. De maga a többi vadat rész az jó. Na, akkor nézzük ezt a gyászos vadatot. Na hát, ugye mutatja a nyíl is, hogy ez egy függőleges vadat lenne, és alulról indultam fölfele. Egy az, hogy túl erősen volt beállítva a gép, úgyhogy az elején átégette, utána megnyomtam egy ilyen nagy monyák gombócot. Aztán miután állítottam ugye a gépen, utána meg már nem volt olyan jó ez erős kifejezés. Szóval ez egy egészen jó szar vadat lett. Na, ezeket szoktam köszönülni addig, amíg nem lesz olyan, mint valamelyik sarokvadat vagy a fekvő legalább. És aztán itt van ugye a függőleges, hogy alulról. Hát itt lehet látni, hogy a közepéig meglepően jó lett. Még én is meglepődöm rajta. De itt is ez az induló rész. Én úgy emlékszem, hogy az volt az induló, hogy innen jöttem. Persze úgy már innen vannak a kagylók. Hát az induló részt azt egy az egybe elrontottam. Úgyhogy ez ilyen lett. Na, hát ezért fizettem be magam egy ilyen online hegesztő tanfolyamra, mert hát ugye ilyen nappali tagozatos hegesztőnek nem nagyon akarok elmenni. Aztán már, hogyha 2-3 vadattal kevesebbet kell majd visszaköszödülgetnem, azzal már ugye elégedett leszek. Mert hát ugye lennének dolgok, amiket meg kéne csinálni itt a ház körül. Mutatom. Ja, hát ott van az a kapu, ami már eléggé öreg. Szia bátor! Na, azt a kaput kellene megcsinálnom. Ugye az anyagot már megvettem hozzá, de még úgy készülök rá. Úgyhogy valamikor tavasszal, vagy nyáron, vagy ősszel, vagy valamelyik évben neki fogok állni annak a kapunak. Addig meg jön ez a tanfolyam. Összesározol! Köszönjél! Sziasztok!